Gyaka Péter, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Úgy fogalmazott a Robi, hogy azt fogjuk öntől kérdezni elsőként, szó szerint idézlek, hogy életképes-e a javaslat, hogy három jogerős ítélet után, amelyben elítélnek egy sajtóorgánumot hazugságért, súlyos tévedésért vagy szándékos hazugságért, az vonuljon ki a magyar sajtó területéről, ami egyébként egy nagyon tiszteletre méltó kezdeményezés. Hát vagy legalábbis ne kapjon állami támogatást, és azért azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy azok a sajtótermékek, úgynevezett sajtótermékek, inkább propaganda kiadványoknak hívnám őket, amelyek rendszeresen hazudnak, és erről most már bírósági papírjuk is van, ők állami támogatásból élnek. Tehát most nem akarok sajtótermékeket megnevezni, de 87%, 97%, 99%-os bevételi arányal rendelkeznek, ami állami forrásból érkezik. 99%-os bevétel, állami forrású bevételi arányról tud egyébként. Így van, tehát van olyan sajtótermék, amelyik a bevételének a 99%-át közpénzből kapja. Lényegében azért, mert a piacról nem tudna megélni, hiszen valljuk be, hogy egy hirdető, egy cég, aki a piacon szeretne érvényesülni, ő nem fog hirdetni egy olyan sajtótermékben, amelyről rendszeresen kiderül, hogy hazudik, hiszen ez az adott cégnek a hitelességét is rontaná. Én egyébként ezzel a javaslattal szeretném az állam hitelességét is megőrizni, hiszen hogyha egy állami cég, egy hazudozó sajtótermékben hirdet, akkor felmerül a gyanú, hogy az az állami cég sem hiteles, tehát becsapja a választókat, mint hogy ezek a sajtótermékek is ezt teszik. Lényegében most már közelítünk a 150. megnyert sajtóperhez, szerintem ez egy világrekord. Csak önök, mint párt. Mint a Jobbik, így van, a Jobbik és a Jobbik képviselői közelítenek a 150. megnyert sajtóperhez, és pontosan ezért vettem a bátorságot, bár kicsit naív lehettem, amikor megkérdeztem a kormányt, egy írásbeli kérdést tettem fel Rogán Antal. Most válaszolja meg Robi kérdését, hogy életszerű a javaslat. Hát ugye a kérdés úgy szólt, hogy szabad-e hazudni. Ez ilyen régi módi kérdés. Ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor új keresztény demokráciát hirdetett, és én azt gondoltam, hogy erre az egyszerű kérdésre megkapom majd azt a választ, hogy hát Jakab úr, nem szabad hazudni, hát keresztény emberek vagyunk, de nem ez a válasz érkezett, hanem az, hogy a kormány nem illetékes ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Nagyon is illetékes, csak a tavalyi évben 51 milliárd forinttal támogatták az állami cégek azokat a sajtótermékeket, amelyek bírósági végzéssel alátámasztható módon hazudnak. Na, ezektől a sajtótermékektől vonnánk meg az állami támogatást. Ha esetleg mégis elfogadnak valamilyen úton, módon, például állami hirdetést, akkor a támogatás összegének a kétszeresét kellene a büdzsébe visszafizetni büntetés gyanánt. Hazugsága szerintetek, hogyha mondjuk van egy párt, aki kampányra készül, és a kampánya során valami olyasmit állít, amiről pontosan tudod te, én választópolgárok közül szinte mindenki, hogy ez egy hatalmas nagy kamu. Az. Tudom, hogy nem sajtóorgánumokról beszélek, hanem hogy a pártokat ki fogja megfékezni abban. Már ez egy dolog szerintem valahol, hogy egy újságban vagy sajtóorgánumban mi van leírva. Persze nem szabad hazudni, ugye? Ezt kijelenthetjük. Hát a pártoknak szabad? Pártoknak sem szabad hazudni, és nagyon rossz visszacsatolás egyébként, hogyha van egy hazudozós párt, jelenleg pont hatalmon van, és háromszori megerősítést kap választások során, hogy egyébként nyugodtan hazudhat, de nem a választókat kell ezért felelősíteni, hanem például a szabad sajtó hiányát, hiszen a szabad választásnak az alapja a szabad sajtó. Hát honnan tájékozódhatnának az emberek, mintsem a médiumokból, hogyha fals híreket kapnak, akkor természetesen juthatnak fals döntésre is. Na nézzük akkor a híreket, ugye most nem annak a kérdés, hogy fals vagy nem fals. A Népszavának a címlapján Orbán Viktor lekötelező ajándéka, ugye azt taglalja az Átlátszó, akik egyébként több alkalommal próbálták követni különböző közlekedési eszközöknek az útvonalát, például luxusjakt, vagy mondjuk magánrepülőgép, aztán rájöttek arra, hogy ezek bizonyos útvonalakon és időpontokban keresztezik egymás útját, míg nem arra a következtetésre jutottak, hogy Orbán Viktor egy magánrepülőgéppel például többször indult el és landolt olyan helyeken, ahol a videót játszott. És kiderült, hogy ő nem a saját pénzéből utazik. Nem mondod. Hanem Garancs István vállalkozó biztosította számára ezt a repülőgépet, hogy ő utazzon. És ezt nem tudom, hát ezt majd elmondja, hogy ez probléma vagy sem. Hát alapvető
probléma kellene, hogy legyen egy normálisan működő jogállamban. Én egyébként tegnap pont Semmény Zsolt miniszterelnök helyettesnek mondtam azt, hogy lényegében itt arról van szó, hogy az új hatalmi elit az egy új arisztokráciát játszik. Tehát új báróknak, meg új grófoknak képzelik magukat, jakton utazgatnak, luxus repülőgépeken, csak hogy miből. Hogyha mondjuk Orbán Viktornak ugye a vagyonnyilatkozatát megnézzük, akkor neki nem telne luxus repülőgépekre, pláne, hogy ezzel repkedjen a videót. Ha ön például miniszterelnök lenne, és mondjuk lenne egy fantasztikusan jó barátja, kőgazdag, aki azt mondja, hogy Jakab úr, magát ezer éve ismerem, tudjuk, hogy iszletesen szereti a krikettet, és utazzon bárhova, ott van a gépem. Azt mondanám, hogy nem. Na most ez az oligarha, nem a piacról gazdagodott meg, hanem állami megrendeléseknek csak köszönhetően, és az államnak a vezetője pedig Orbán Viktor. Tehát van némi összefonódás a kettő között, hogy valaki az állami hátszélnek köszönhetően értem. Gazdagodott. Tehát, hogyha az ön barátja az állami megbízásokat kapna, és akkor abból lett kőgazdag, ahogyan fogalmaztál? Igen, akkor azt mondaná neki, hogy bocs, de nem. Minimum etikátlan lenne elfogadni ilyen ajándékot. Ha. Látjuk, hogy most más erkölcsi normák így van, uralkodnak Magyarországon. Ugye Semmény Zsoltnak például luxus vadászatokat szoktak ajándékba adni, hogy Svédországban háziállatokra lövöldözzön, Orbán Viktornak pedig luxus magánutakat finanszírozzon. Milyen álláspontra jutottak a sargentini jelentéssel kapcsolatos kezdeményezésekről a frakcióülésen? Estében nyúló frakcióülésen vagyunk túl. Mesélj több többiről más, is, amit döntöttek pontosan itt. Több más mellett is. Lényegében alapvetően működési kérdések voltak napirenden, és természetesen a sargentini jelentés is. Itt arra a döntésre jutottunk, hogy megpróbáljuk módosító javaslatokkal bombázni a kormányzatot, hogy egy olyan határozati javaslat kerüljön a parlament elé, amire érdemes egyáltalán vitatkozni. Egyeztettek erről a többi ellenzéki párttal, mert hasonló következtetésre jutottak ők is. Nem hiszem, hogy kell egyeztetni egy ilyen férc munkáról. Nekem egyébként a személyes benyomásom az, elolvasva ezt a határozati javaslatot, hogy nem az a legnagyobb probléma vele, hogy mit tartalmaz, hanem az, hogy mit nem tartalmaz. Tehát ez a határozati javaslat kizárólag a migráció kérdésére reflektál, de a sargentini jelentés nem a migráció miatt marasztalja Magyarországot, hiszen nagyon jól tudja Judit Sargentini, meg az Európai Parlament is, hogy Orbán Viktor a kvótát többszörösen és önkéntesen is túl teljesítette, 23 ezer migráns engedett be az ország területére, hanem a mérhetetlen lopás miatt marasztalja el az Orbán kormányt, de egyébként büntet minden magyart, hiszen láthatjuk, hogy a hírek alapján már akár ebben az évben előfordulhat az, hogy egyetlen egy forint uniós forrás nem fog Magyarországra érkezni, sőt, most már ott tartunk, hogy miután a költségvetési hiány elszállt, hogy 1600 milliárdnál tartunk, holott még messze az év vége, és egész évre 1300 milliárdot tervezett be a kormány, hogy már az önkormányzatoknál megmaradt, de még fel nem használt uniós forrásokat is el akarják vonni. Tehát ebből brutális megszorítás lehet előbb. Azért szeretném elmondani, hogy a Magyar Idők címlapján arról is írnak, hogy az az ember, aki tulajdonképpen tönkre akarja tenni a magyar kormányfőt... Fogadjunk, hogy a francia elnökről beszélsz. Igen, igen. Na. Macronról van szó. Olyan zuhanásban van népszerűség tekintetében, hogy ő szerintem semmit nem fog tenni. Erről ír egyébként a Magyar Idők. Azt mondta a magyar zuhan. Miniszterelnök, kíváncsi, hogy melyikük fog nyerni, vagy ki jön ki ebből győztesen. Igen, zuhan Macronnak a népszerűsége. Tulajdonképpen már ki sem merem mondani azt a számot, Krisztina, ahol ő tart. Na, megkapaszkodtam, mondja. 19%. Viszont, ami segítségére szolgálhat, az az, hogy nincsenek holnap francia választások. De. Szóval van ezzel kapcsolatosan álláspontja? Ha nézze, tehát ebből a küzdelemből, és engem nem érdekel, hogy Macron hogy fog kikerülni győztesen vagy vesztesen, a magyarok fognak vesztesen kikerülni, alapvetően azt kell látni, hogy az Európai Unió a magyar adófizetőket fogja megbüntetni, azáltal, hogy uniós forrásokat vonnak el tőlünk, és a költségvetési hiányt a magyar emberek pénztárcájából fogja majd betömködni Orbán Viktor. Te? Még? Magyar Hírlapból? Köszönöm szépen, nem élnék a lehetőséggel. Köszönjük szépen. Pedig annyi jó hír van benne. Majd mindegy, akkor legközelebb elmondjuk. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük.